Bárki kapcsolatba kerülhet valamilyen bűncselekménnyel, könnyen válhat áldozattá. Ezen tud segíteni a már eddig is 14 nagyvárosban létrejött áldozatsegítő központ. Ha valaki bűncselekmény vagy tulajdonjogi szabálysértés áldozatává válik, akkor ebben az esetben automatikusan átkerülnek az adatai a hazai áldozatsegítő szervezetrendszerbe, az áldozatsegítő kollégák pedig felveszik kapcsolatot az áldozattal. Egy egyéni szükségletfelmérést követően pedig sor kerül a személyre szabott szolgáltatás nyújtására. Az áldozatsegítő szolgálat célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához segítséget nyújtson. És mindaz, aki bűncselekmény áldozatává válik, vagy egyszerűen csak érdeklődik az iránt, hogy a rendőrség milyen bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységet végez, akkor ennek keretén belül tájékoztatást kap az áldozatsegítés lehetőségéről is. Kiemelt kormányzati cél, hogy az áldozatsegítő rendszer minél közelebb kerüljön a bajba jutottakhoz. Ezért 2025-ig komplex áldozatsegítő központ létesül minden megyeszékhelyen. A pécsi ASK a Széchenyi tér nyugati oldalán a megyeház épületében található.